Ismét hazai pályán játszott a Karocsai Kézilabda Klub férfi együttese. Sajnos a korábbi Baja elleni fordulóhoz hasonlóan a fiúk két gólos vereséget szenvedtek. Kolics János az eredmény ellenére elégedett volt a csapat teljesítményével. Ez a két gólos vereség nem fáj annyira, mint a múlt heti. Egy profi csapat ellen játszottunk. Ez a Nagy Kadizsa tavaly még NB1-be játszott. Azóta tovább erősítette magát. Egyetlen céljuk van, komoly anyagi háttérre, hogy újra visszakerüljenek. Nem véletlenül vezetik veretlenül a bajnokságot. Úgy gondolom, hogy teljesen egyenrangú ellenfelei voltunk ennek a nagyon kiváló csapatnak. Sajnos kapus teljesítményben ma alul maradtunk. Csapatunk 8 lejátszott mérkőzést követően 5 győzelemmel, 3 vereséggel és 10 ponttal a tabella 4. helyéről várja a folytatást. Az lenne jó, hogyha ebből a mai mérkőzésből tovább tudnánk táplálkozni, ugyanis a jövő héten egy nagyon komoly riválissal kell megvívnunk a csatát a Holler SC-vel. Én nagyon kérem a szurkolókat, hogy jöjjenek el és támogassanak bennünket. 4 órakor indul szombaton a busz innét a sportcsarnoktól, és hogyha onnét el tudjuk hozni a 2 pontot, akkor maximálisan elégedettek lehetünk ezzel a fél évvel. A KKC férfi együttesére még 3 forduló vár az őszi szezonban, 1 az előbb említett Holler FC ellen idegenben most hétvégén, majd a folytatásban itthon november 30-án a Csurgói Kézilabda Klub csapatával szemben. Az utolsó meccsre pedig december 7-én idegenben kerül majd sor, amikor is a szintén nagy rivális Hőgyész csapatával küzdenek meg Kolics játékosai.